Első játék részben egy lassú, körülményes támadójátékkal jöttünk ki, amely arról szólt, hogy a védőink a biztos passzokat részesítették előnyben. A mélységi passzaink pontatlanok voltak, nem mozogtak elejeget, nem váltak le jól a támadóink és a középpályásaink az ellenfélről. Ekkor még megfelelően le tudtak minket tolódni, sőt a labdavesztéseinkből az ellenfélnek is voltak megindulási lehetőségei. És ráadásul kettő olyan védést is kellett a Dombornok bemutatni a Gyirmótnak a pontrugásait követően, amely akár az ellenfél vezetését is eredményezhette volna. Viszont azt követően egyre inkább mondhatom, hogy felőröltük őket, és egyre közelebb kerültünk a kapujukhoz. Látható volt, hogy a szélsőinket megforgattuk, megpróbáltunk vonal mellől szélső beadásokat, nem pedig befelő tükörszélsővel játszani, ez vezetett végül is eredményre. Az Aszáninak a baloldali beadása hozta meg a győztes gólunkat. A második fél időben viszont a magas védekezésünk azt eredményezte, hogy nem engedtük kibontakozni a Gyirmótot, nem tudtak passzív labdabirtoklásra előrefelé támadó játékot sem kialakítani, megmutatni ellenünk, és csupán egy-két-három talán olyan félpályáról fölivelt labda szabadrugás követően okozhatott volna veszélyt, amely egyébként könnyen el lett hárítva, tehát tulajdonképpen a második fél időben szemernyi esélyt nem adtunk az ellenfélnek. Igaz, mi sem alakítunk ki elég helyzetet, ez köszönhető egy picit annak, hogy azok a játékosok, ugye, akik most visszajöttek például az Aszani, illetve a Makovszki, nem voltak még top állapotban, időre lesz szükség, de az elején is említettem a felvezetőben, hogy a Covid minket nagyon későn érte el, sokkal később, mint a többi csapatot, viszont nagy szerencsénk van, hogy nem egyszerre esett ki mindenki, hanem ugye most is látszott a Kamály kiesése, két-három emberek esnek ki, és őket tudjuk pótolni, ez viszont azt eredményező, hogy nem tökéletes a fizikai állapotuk ezeknek a játékosoknak, most veszünk a cserepadunk ezáltal egy picit rövidebb, és talán a második félidei frissítésünk nem sikerült az elmúlt meccseken úgy, főleg a Ferencváros ellen, amely korábban jellemző volt ránk, és nagyobb lendületet tudott, és ezáltal a sikert is eredményezni. Köszönjük szépen, kérdése gondolom, Laci. Én igen, Borsos Lesz vagyok, a nemzeti sporttól. Mi Mesemovics azért már nem az első meccset dönti el a Kisfárdajóval, emlékeztetünk akár az MTK meccseig. Mennyi elégedett az ő játékával, mennyire fontos tagja az együttesnek? Az egyik legfontosabb láncszem, és azt mondhatom, hogy a tavalyi szereplésünknek az egyik, hanem a legfontosabb cseréje volt, már a pozíció cseréje, mert ugye tavaly is éreztük, hogy a center hiánya az milyen nagy problémát jelentett, és ez a csere alapvetően meghatározta a játékunkat, sokkal gyorsabbak vagyunk az átmeneteknél, az ő továbbításai a támadó harmadban a gólpassza és a góljai pontokhoz segítenek, illetve a személyiség és egyfajta erőt eredményezés ad a csapatnak, amely úgy gondolom, hogy nagyon nagy mentális erőlőt tett most is tanul. Bizony, korábbi időszakokban az ilyen mérkőzéseket adott esetben a félidő végén, a meccs végén elengedtünk, most már ez hál' Istennek nincsen meg. Az mutatja, hogy mennyire összeérett ez a társaság. Mindenki tudja, mi a feladata, mindenki tud a másikért és a klubért küzdeni. Ha véletlenül van valami kilengés, mint volt a legutóbbi Fradi meccsen, és az azért nagyon hamar megoldódik, és ezek a renitensek pillanatok alatt visszatalálnak a helyes ösvényre, a helyes utalra. Tényleg annak a következményeiről lehet tudni használni, ről gondolom, ugye? Az a játékos, aki akkor nagyon nagyot hibázott, gondolom beszélt a hozzátartozóival, tanácsot kért másoktól, és saját maga ajánlott fel egy jelentős, nem büntetés, hanem adományt, illetményt a csapatnak, illetve másoknak, és elnézést kért mindenkitől, és rájött, illetve a játékostársak is figyelmeztették, hogy ez a viselkedés ez nem fér itt el nálunk, hogy ez így nem lehet tovább, és ugye az is megmutatkozott most, hogy a klub sem, hogy is mondjam, büntette azzal, hogy a kispadra teszi, vagy kiteszi a keretből, hanem beállt, lehetőséget kapott, tehát az ilyen kicsi feszültségek néha azt mondom, hogy még a csapat javát is szolgálják, mert ha másnál is ez a
viselkedés elindulna, akkor visszaemlékeztetnek erre, és ez intő példa arra, hogy itt ezt nem lehet megtenni. Talán ezért is vagyunk ilyen egységesek, mert Sirályába sikerül ezeket a kibontakozó problémákat megoldanunk. Még egy volna, igen, hogy immár 10 pont a különbség a negyedik helyezett Pakshoz képest az előny, adva a kérdés, hogy irány Európa. Jelentős különbségnek tűnik ez, annál is inkább, mivel 9 forduló van hátra. Ha figyelembe vesszük, hogy ugye 23 forduló telt el, és a Paksnak 10 győzelme van, akkor 10 vagy 10 győzelemnek kell neki lenni, ugye? Akkor azt látjuk, hogy 11 és fél fordulónként 5 győzelem. Ha arányosítom és a következő 9 fordulót veszem figyelembe, akkor maximum az eddigi teljesítmény alapján 5-öt, vagy adott esetben 4-et nyerhet még meccset. Megnyerheti mind a 9-et természetesen, de azért az átlagot figyelembe vehetjük valahol. Ha mi nyerünk 2 mérkőzést, akkor biztosan harmadik helyre számíthatunk már, de természetesen többet szeretnénk, és az sem mellékes, hogy még a Pakssal is, de még azt mondom, az Alegerszeggel is kalkuláltunk, játszani fogunk, amely mindenképpen egy olyan csata lesz, amely már a helyosztókról szólhat, és ők is egy nyílt futballal, mi is egy nyílt futballal kijöve, azért egy jó meccset tudunk majd vívni. De mindenképpen ez a célunk, ezt korábban is elmondtuk, hogy az Európa Liga az álmunk. Én azt gondolom, hogy ha az Európa Ligát elérjük, akkor azzal mindent teljesítettünk. Onnantól kezdve pedig, főleg a következő évi szabályok ismeretében úgy fejezet nyílik majd a Kisvári életében. Az valószínű, hogy már nem velem. Azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük ezt a mérkőzést. Számos támadást vezettünk, Neydor alatt volt 2-3 lehetőségünk. Ebbe volt 2 talán 100%-os gólszerzési lehetőségünk. Sajnos ezekkel a lehetőségekkel nem éltünk. És azt gondolom, hogy ez egy kicsit azért csalódásként érte meg a csapat is belülről, hogy ennyi helyzetben nem tudunk gólt rúgni. Viszont az fájó pont volt, hogy a 45. percben kaptunk egy gólt. Azt gondolom, innentől még nehezebb lett. A Kisvárda a második fél időben nem nagyon engedett minket kibontakozni, habár nekik se voltak olyan nagy lehetőségei, őrizte az 1-0-át. Itt a második fél időben már nem tudtunk akkora nyomással támadni, támadásokat vezetni. Tehát sokkal agresszívabb lett a Kisvárda. Amit persze megengedtek nekik, hogy lehetséges így is focizni, de ledaráltak minket a másik fél időben. Köszönöm szépen, kérdés. Borsos László vagyok a Nemzeti Sporttól. Az első fél időben annak ellenére, hogy nem lőttek gólt, ezért elégedett volt a látottakkal? Nem igazán foglalkozom. Tehát hiába beszélünk arról, hogy jól játszottál, eredménytelenül az. Ez egy mankó lehet, de a jelen állás szerint a mai nap biztos, hogy nem számít. Hogy a hármas cserével mennyire voltál elégedett? Hát nem volt könnyű dolguk, tehát kemény ellenfeleket kaptak, tehát mondom, tehát focizni nem nagyon lehetett, mert a védekezésben határozottak voltak, tehát azt nem igazán tudtunk ebből támadást vezetni. Te bennmaradási esélyeket most vagyon látod, hogy 9 fordulóval a végedet? Azt gondolom, hogy 9 meccs azért sok meccs. Minden pontra azért lett volna szükségünk. Tehát úgy gondolom, hogy legalább egy pontot itt megérdemeltünk volna. Nem jött össze, küzdünk, ameddig van lehetőségünk. Köszönöm